A könyvtár látogatók és a könyvtárosok nagy örömére ma már megszokott rendben működik a Városi Könyvtár. Az intézmény igazgatója Prinyi Tünde tájékoztatást adott azokról a programokról, melyekre várják az érdeklődőket, illetve új könyveket mutatott be az olvasóknak. Köszöntöm Önöket, kedves olvasóink, a Városi Könyvtárból. Ismét jelentkezem jó hírekkel, hiszen az újranyitásunkhoz képest most a szolgáltatásainkat ismét tudjuk bővíteni. Már pár hete be lehet jönni a könyvtárba, szabadon lehet válogatni a polcok között, ezt Önök nagyon kedvelik, nagyon szeretik. Tehát lehetőség van változatlanul a könyvek visszavételére, kölcsönzésre, beiratkozásra, könyvtárközi kölcsönzésre, és amivel bővült a szolgáltatásunk, ezt is kedvelik az olvasók, főleg az új könyvek esetében, de a régebbi könyvek eseténél is érdekes az előjegyzés, tehát szükséges most már ezt is, vagyis ez egy lehetőség. A helyben használat is engedélyezett, tehát korlátozott létszámmal lehet helyben újságokat, napilapokat, folyóiratokat olvasni. Szkennelés, fénymásolás és internetezés saját eszközzel, ez is egy bővített szolgáltatás. Változatlanul figyelünk a járványügyi helyzetre, és az Önök és a saját magunk biztonságára. A visszahozott könyvek egy hetes karanténba kerülnek, illetve minimum 72 órás karantént elkülönített helyen tartjuk ezeket a könyveket, és változatlanul fontos a könyvtárban a kézfertőtlenítő, illetve a szájmaszk használata, valamint a távolságtartás. Köszönjük, ha ezt Önök is betartják. És a másik programelem, amivel szolgáltatás elem, amivel bővült augusztus 4-től a könyvtár kínálata. Kezdünk lassan visszatérni a megszokott kerékvágásba, hiszen augusztusban nem fogunk most bezárni, egész nyáron elérhetőek vagyunk. Augusztusban, szerdánként, délelőtt 10-től 12 óra között itt a Városi Könyvtárban szünidei szöszmötölőre hívjuk a gyermekeket, akik itt nyaralnak, vagy egyszerűen akik unatkoznak, várjuk szeretettel őket, főleg szabadtéri programokra részben, másik részben pedig kézműves, illetve olvasókuckós programok, hiszen a könyvtárban vagyunk. A szabadtéri népi játékok közül néhányat felolvasnék, például pulifuttatás, kakaslövés, diótörés, peca, abroncshajtás, patkódobás. A kézműves foglalkozások miatt van egy anyagköltség, ez 200 forint per fő. Egész augusztusban, szerdánként ez a szolgáltatásunk, ez a programunk él, viszont fontos, hogy itt most be kellene jelentkezni, tehát bejelentkezés szükséges a szokásos elérhetőségeinken, a könyvtár e-mail címén, személyesen, a Facebook oldalunkon, honlapon, telefonon, tehát sok helyen megtalálnak bennünket, bejelentkezik előre, hogy akár egy nappal előtte is lehet, csak fontos a létszám miatt, hogy tudjuk, illetve hogy hogyan készüljünk a kézműves foglalkozásokra az anyag szempontjából. Várjuk a gyermekeket nagy-nagy szeretettel, korhatárhoz nincs kötve, hát azért egy iskoláskorú gyermek nagyjából azt gondolom, hogy meg fogja találni a maga kínálatát és a szórakozását. Egy másik programunk is van. A könyvtárban azért egy évben kétszer-háromszor szoktunk ilyen programot, szolgáltatást nyújtani Önöknek. A zárvatartás ideje alatt nagyon sok raktári könyvet, szépirodalmit és szakkönyveket selejteztünk. Ezeket az elavult, elhasználódott többletpéldányos könyveket selejteztük ki, ezeket feldolgoztuk, kiselejteztük, és készletkiárusítás lesz augusztus 4-től egészen augusztus végéig, tehát van idő, de nagyon sok a kínálat, nagyon sok a könyv. 50-100 forintos darabáron lehet böngészni, válogatni, várjuk szeretettel a könyvmolyokat. És itt szeretném elmondani, hogy mindig fogadtunk könyveket, most sajnos raktározási gondjaink miatt egy kis türelmet kérünk a
számunkra a könyvet ajándékozni akaróktól. Vissza fogunk térni erre később, csak most raktározási gondjaink vannak. Ahogy ürül a hely, majd lehet újra érdeklődni. Köszönöm a figyelmet, és várjuk Önöket szeretettel a Városi Könyvtár programjain és a megújult szolgáltatásain. És mellettem, hátam mögött oldalt könyvek vesznek körül, amelynek mindig nagyon örülök, és a munkatársaim is, hiszen új könyveket beírni az egyik legfontosabb életünk értelmének is nevezhetném, de ugyanígy örülnek az olvasók is az új könyveknek, az újdonságoknak. Mindig vannak olyan olvasók, akik segítenek nekünk a könyvet, könyvajánlásban, a könyvvásárlásban, és ha olyan az a könyv, amit ő szeretne, megvesszük, és ha olyan, akkor a többi olvasó is természetesen, tehát elolvashatja, de elsőbséget élvez az, aki ajánlotta. Több ilyen könyv van itt is. Hát 300 ezer forint értékben vásároltunk, tehát csak egy részletét tudom itt önöknek akár cím szerint bemutatni, de nem is ez a célom. A cél az, hogy jöjjenek be önök, és válogassanak kedvükre a könyvek közül is. Kezdeném a hátam mögött lévő könyvekkel. Itt a felső két sorban, ahogy lehet is látni, mai kortárs írók, magyar és külföldi szerzők művei találhatóak egészen a kis gyermekek, tehát a 2 éves kortól kezdődően, 2-6-7 éves korig a Disney könyveket sikerült vásárolni, ez mindig nagy-nagy kedvenc, de Bartos Erika Bogyó és Babócáját is nagyon kedvelik, vagy van egy ilyen gyönyörű, szép könyv, a 4 évszak a Vadrózsa utcában, 34 mese, olvasható benne, rövid, igényes mesék, de találhatunk itt a kis sárkányról szóló könyvet, és sok minden mást, például Irány a Balaton, hát most a nyaralás, ugye nyaralás ideje alatt nagyon sokan ezt a célpontot választják, tehát gyerekeknek szóló könyv, de a Dr. Zeus meséit is nagyon kedvelik a gyermekek, vagy a Csapodi Kinga könyvét, Türelmesek lettünk, nagyon fontos a türelem, az egy erény, vagy a kis nyuszi fürödni megy, ez egészen a kis babáknak szól. De hogy ne csak neki kedvezzünk, itt egy picit lejjebb találhatóak. Tulajdonképpen a szerzőpáros azt javasolja, hogy 9 éves kortól 99 éves korig ajánlja. Tehát ez már a kiskamaszoknak. Hát a Bosnyák Viktóriát és Tudás Győző nevét nem kell bemutatni, hiszen volt a könyvtárban az elmúlt tanévben a vendégünk. Tudás Győző a Bosnyák Viktóriának a szerző, a illusztrátora, Bosnyák Viktória pedig rengeteg nagyon érdekes, nagyon jó könyvet írt alsósoknak és kiskamaszoknak is. Ez a könyv is tengernyi kalandról szól, Fókuszban a kókusz, nagyon humoros, és beszédes neveket használ az író, és Dudás Győző illusztrátorunk sem tétlenkedett, hiszen rengeteg gyönyörű illusztrációt tartalmaz a kötet. Nagyon javaslom nyári szünidei olvasmánynak. Megvásároltuk az Izi Történetek legújabb kötetét kiskamaszok számára, illetve Tüsi és Dobonc megmenti Bam Bandit Fekete András című érdekes kis történetét is el lehet olvasni a kisgyermekeknek. És most nem vettünk sok ismeretterjesztő könyvet a gyermekek számára, de ezt a kettőt mindenképp a figyelmükbe ajánlom. Nagyon kedvelt a Legó Kalandok könyve, második részét vettük meg, illetve a Jönnek a Verdák. Tehát ez is nagy érdeklődésre tarthat számot. És akkor most jobbra fordulok. Vásároltunk, ha már a gyermekeknek az ismeretterjesztő könyveinél fejeztük be, akkor folytatnám a sort a felnőtt szakkönyveknél. Több érdekes szakkönyvet vettünk a pszichológia, a történelem, útleírás témakörében is. Például Pál Ferencnek a legújabb kötetét, volt a művelődési háznak a vendége pár évvel ezelőtt. Vagy hát itt a nyár, akik szeretik a hegyeket,
kalandos túraútvonalak. Ezt a sorozatot is nagyon kedvelik az olvasók, személy szerint én is, túrázók nagykönyve. Vagy a boldogság francia titka, szeresd az életet úgy, mint a franciák, javaslat, tipp, és egy kis cetli elszállt belőle. Vagy generációkról szóló könyv, nagyszülők a kispadon, 11 tévhit a generációk közötti konfliktusokról. Azt gondolom, hogy ez a könyv is, ennek a témája is mindig aktuális, és érdemes olvasni akár a több generációnak is. És akkor figyelmükbe ajánlok egy olyan történelmi könyvet, amely nagyon gazdagon illusztrált, és a Korona igaz története a címe, Fülöp herceg Margit szerelme, Churchill politikája, tehát érdemes tájékozódni ebből a könyvből is. Vagy mit szeretnék még? Hát például a farkasok bölcsessége, hogy mire taníthatnak bennünket, embereket, az állatok. Itt konkrétan a farkasokról van szó, de nagyon kedveltek mindig a kutyás és állattörténetek is. Ezek ismeretterjesztő könyvek, egy kis állatrendelőnek a hétköznapjai, illetve a kutyák örökbefogadásával kapcsolatban és a képzéssel, a kutyák képzéséről szól ez a könyv, érdemes ezt is forgatni. És van még itt néhány könyv, például a Halál asszonya, Sztálin mesterlövésze voltam. Ez is egy különleges, azt tudjuk, hogy a volt Szovjetunió területén a nagyon sok nő harcolt a háborúban, és például ez sem feltétlenül női szerep, hogy mesterlövész, de annyira pontosan célzott, annyira jól lőtt, hogy ő részt akart venni, segíteni a háborúban. És van még több más jó könyv is, és akkor ezek az ismeretterjesztő könyvek voltak, jöjjenek be és válogassanak kedvükre, és vannak szépirodalmi könyvek is. Hát mondok például olyat, hogy Fiala Borcsa Drill, minden lapnak három oldala van, mai modern szépirodalom, javaslom elolvasásra, érdekes a történet, három embernek a szemszögéből, egy férfi és két nőnek a története, egy történetről van szó, csak ki hogyan látja ezt a történetet, érdekes. Vagy mikor lesz végre megint olyan, amilyen sosem volt? Jelenetek egy pszichiátriáról. A kisgyermeknek az édesapja pszichiátriai intézet igazgatója, és ott nő fel a gyermek, és már sokszor ő maga sem tudja, hogy melyik az igazi világa kívül vagy a belül, és megismerkedik a bent élőkkel, és érdekes a könyv. Vagy a háború idején ugye nagyon sok gyermek vált áldozattá, árvává, és ez a történet erről szól. Igaz történet alapján készült, gyerekvonat, Viola Ardon, olasz szerző műve. De megvettük Benkő Lászlónak a Mátyás király harmadik kötetét, történelmi regény, vagy Észak-Koreának egy szökés a paradicsomból, észak-koreai történet. Igaz történet alapján, eredeti dokumentumok alapján, de természetesen regény, fikció is a könyv, különleges a történet. És az előbb kihagytam, de hát ők ugye átmenet a tinik, az ifjak, a tiniknek számára kész vásárolt könyveket, többet is vettünk, például a Netflix sorozat köteteit olvashatóak, nagyon kedvelik a tini olvasóink, vagy a fantasy könyveket, például a Tél jegyeseit vásároltuk meg, és jó hírem számukra, hogy van egy nagyon szép, itt vagyunk, ebben a teremben, egy számukra elkülönített kis birodalom, ahol bejöhetnek, olvasgathatnak és válogathatnak kedvükre, csak a tinik. És van egy ilyen szerelmi történet a LOL könyvek sorozatból,
fogyatékkal élő hölgy, aki hollywoodi sztárba lesz szerelmes. Hát ezek ilyen modern történetek. Tiniknek való javaslom ezt is elolvasásra. És akkor nézzük a másik részét a könyveknek. Itt helyezkednek el a romantikus történetek, a krimik, a sci-fi, a fantasztikus könyvek, de felhívnám egy-két könyvre a figyelmet, például nagyon kedvelt az olvasóink körében a Ulickaja, orosz írók jól írnak, ez alkalommal novellákat írt. Vagy a Maja Lunde Kékség című könyve, megvettük a múltkor egy olvasónk ajánlatára a Méhek című történetet, környezetvédelmi, izgalmas, több idősíkon keresztül játszódik, és izgalmas, kalandos könyv, és megvan a második része, sőt lesz majd egy harmadik is. Ilyen jó, ha az olvasó felhívja a figyelmet egy könyvre, és most ezt megvettük, természetesen különálló kötetként is élvezhető, érdemes elolvasni. Több holokauszttal kapcsolatos könyvet is vásároltunk, itt tartom a kezembe őket, a Német ház, vagy egy kém Auschwitzban. Van közte olyan, amelyik igaz történeten alapul, hát sajnos ugye eleve a történelem szempontjából igaz a holokauszt, maga a történet az természetesen sok esetben fikció, vagy a Fehér Rózsa, szintén holokauszt téma. De megvettük Stephen Kingnek a legújabb kötetét is, nagyon kedvelt az olvasóink körében. Az Intézet, ez a címe. Szentesi Éva is több könyvet írt már. Ő a rákellenes aktivista, aki túlélő is. A legfontosabbat utoljára hagytam, önéletrajzi kötetről van szó, de hasznos tanácsokat is ír a könyvben, tehát ezt is érdemes elolvasni, akit érdekel a téma. Illetve Ludányi Bettinának a Kettőnk titka volt az első része, és megjelent most a harmadik kötet. Én nem vagyok krimi műfaj kedvelő, de ezeket a köteteit nem bírom letenni, tehát nagyon érdekes, egy kicsit lelki oldalról is közelíti, ajánlom bátran az olvasóink figyelmébe. És nagyon sok egyéb skandináv krimi is van, illetve több romantikus történet, például Toszkán titok, vagy a Szőlőskert Provence-ban. Várjuk Önöket új olvasnivalókkal és új programokkal a könyvtárban a nyitvatartási időnkben. Hétfőn zárva vagyunk, hétköznap 2-től péntekig 9-től 17 óráig, és szombaton pedig 9-től 17 óráig.